Köszöntök mindenkit. A konferencia címe Battling the Unknowns. Ez tökéletes cím tulajdonképpen az előadásomnak is, mert az előadás végén meglátjátok, hogy az ismeretleneket hogyan lehet ellenük harcolni, de hogyan lehet inkább felfedezni, illetve két csoportra osztani, legitim fájlokra, illetve hát malverekre. Úgyhogy ez lesz a végkifejlete az előadásnak. De mielőtt még belemennénk a lényegbe, hagyj foglaljam össze, hogy tulajdonképpen miről lesz szó. Szeretnék egy kis áttekintést adni arról, hogy hogyan lehet malvereket analizálni, akár, hát ahogy István is említette, sandboxing rendszerekbe, akár statikusan, kézzel, és szeretnék egy olyan módszert bemutatni, úgy hívják, hogy Cisco Advanced Malware Protection rendszer, ami egy hatékony, dinamikus megoldást jelent, nem csak sandboxing rendszert alkalmazva, hanem összefogott technológiákat és detektálni malware rendszereket. Miről lesz szó az előadásban? Hát röviden először szeretnék néhány szót szólni a támadásokról, hogyan néznek ki ma a megvalósuló támadások, mik a főbb jellemzők, hogyan lehet ezeket mondjuk megfogni, illetve hogyan lehet ezek ellen védekezni. Illetve szeretnék néhány szót szólni arról, hogy mi tulajdonképpen a malware analízis témaköre, hogyan lehet, milyen túlokat tudunk használni, hogyan lehet például a sandboxing rendszereket alkalmazni, illetve hát természetesen az egyik Cisco-s ilyen sandboxing rendszerre, úgy hívják, hogy Advanced Malware Protection ThreatGrid rendszer, ezt bemutatni, hogy hogyan működik, hogyan próbáljuk kiküszöbölni az eddig ismert hibákat, illetve hát a sérülékenységeket, illetve a problémákat. Jó, és hát végül erre a rendszerre épül, vagy illetve hát ezt a rendszert is használó rendszert bemutatom, hogy hogyan lehet például a ti hálózatokban is ilyen rendszert üzemeltetni, alkalmazni, és hogyan lehet ezeket működtetni. Nem tudom, hogy a baloldali kép ez ismerős valakinek. Ez egy igen régi túl, úgy hívják, hogy Backorifis. Ez 99-ben ütötte fel a fejét. Akkor kezdtem el ezzel foglalkozni. Annak idején volt a Cisco-nak egy olyan megoldás, hogy Cisco Security Agent. Annak idején sikerült még forrásból letölteni ilyen túlokat és hasonló marvereket, és hát volt szerencsénk már akkor ilyeneket elemezni. Most körülbelül az az érzésem van, amit 99 táján, hogy újra ilyen szintű elemzéseket tudunk most már eszközökkel megcsinálni, már hogy Cisco-s eszközökkel végrehajtani. Amiről már mindenki hallott, tehát a maga a támadók okosak és motiváltak, minden lényegében eszközt meg tudnak vásárolni és alkalmazni, akár persze nyilván ezeket a Cisco-s rendszereket, de hát azért vagyunk, hogy még jobban fejlesztjük ezeket. De a lényegében a modern malware ez egy iparág, tehát van hozzá támogatás, van hozzá rendszer és néhány, tehát egy komoly iparági rendszer épült a modern malverek mögé. Néhány információ az árakról, tehát hogy ez lényegében ez egy üzleti következmény. Tehát ha például egy Zero Day sérülékenységet talál valaki, annak az ipari, vagy hát a piaci ára, hát ilyen nyilván fekete piaci ára, az ilyen 40 ezertől 160 ezer dollárig terjed. Hát nyilván, hogyha kisebb hát támadásra szeretnél felhasználni, exploit kitek ára az körülbelül hát 500-tól 700-ig terjed USA dollárban maga a bérlés. Ha valaki például ezt a Black Hole-t, a korábban elterjedt exploit kitek közül az egyiket, szeretné megvásárolni, neki 450 ezer dollár az ára. Tehát ilyen fekete piaci árak vannak. Nyilván botnetek ugyanúgy lehet vásárolni, bankkártyákat akár 935 dollárért, akkor attól függően, hogy milyen országbeli bankkártyákat szeretnénk. Tehát ez lényegében ez egy üzleti probléma, és hogy ezeket a malvereket hogyan lehet elemezni, erről fogok szólni. Az előző előadásokban már mindenki erről beszélt. Hogyan működnek ezek a támadások? Egy-két előadásban már láttunk erre utaló diákat, illetve magyarázatot. Tehát onnan kezdődik az egész, hogy felderítés. Ez a felderítés történhet akár Facebook vagy LinkedIn csatornán. Lényegében arra terjed ki a támadó akarata, hogy valamilyen hát kódot eljuttasson az áldozatig. Ez lehet akár mondjuk egy megfertőzött weblap, egy e-mail csatolmány,
és hát tipikusan mondjuk az ilyen sérülékeny alkalmazásokat használják ki. A Cisco-s évközi riportban szintén elemezzük, és ha ezt olvasnátok, a Flash hát feltört, újra előkerült, és az egyik legjobban jelentkező sérülékenységként mutatja meg a riport. De persze ott van a Java, a PDF sérülékenységek, Internet Explorer, és nem tudom, hogy ez a PS1, ez valakinek mond-e valamit. Ez micsoda lehet? Van valakinek tippe? Postscript, hát sajnos nem, ez partial. Azt mondanám, hogy erre is ügyeljünk, tehát a Windowsnak most már a beépített parancsértelmezője annyira kifinomult, hogy valószínűleg a jövő generációs rendszerek, már hogy malware rendszerek, például ilyeneket fognak kihasználni. De akár csak ilyen Python scriptekbe gondolkodunk, ma már olyan rendszerek is építhetők pillanatok alatt, kiépíthető toolokba. Van egy ilyen nagyon híres könyv, ilyen Black Hat Python. Ott egyszerűen kész toolokat lehet beemelni, és pillanatok alatt lehet például ilyen botnet hálózatot írni, már hogy ilyen készíteni. Nyilván, hogyha ilyen exploitation technológia megtörtént, a cél az, hogy a parancscsatornához, a command and control csatornához képjön a csatorna, a vízszintes a mozgás során hát el kell tudni jutni a hackernek a végső áldozatig, és onnantól kezdve ügyelnie kell arra, hogy maga a kód az megmaradjon, hát nyilván registry módosításokkal és így tovább, fájlok készítésével, és végül hát a fő cél az nyilván az, hogy az adatokat ellopjuk. Ez egyébként egy Black Hat konferenciáról származik, és ott mutatta be először a kollega ezt a úgynevezett kill chain-t, ahogy ezek a modern malverek működnek. Tehát a malverek, mielőtt még analizálnánk, nézzük meg, hogy egyáltalán mit csinálnak ezek a malverek. Az egyik az nyilván a legfontosabb, hogy megnézi a környezetét, milyen antivírus rendszerek vannak, ezek működnek, mik a tényleg a környezeti változók. Nyilván megpróbálja megőrizni magát, tehát ilyen registry módosításokat csinál, kártékony kódot tölt le, tehát van, amikor csak ilyen dropperről van szó, fájlokat hoz létre, hookol, tehát lényegében maga a saját kódját írja be, tehát például billentyűzet elkapásra, illetve keyloggerekre, képernyő elkapásokra. Itt jó például ez a Black Hat Python, ami nyilván néhány sorban akár ezt megmutatja, hogy hogyan lehet ilyet alkalmazni. Hát és nyilván malware és command and control csatornákhoz nyilván szeretnek kommunikálni. Itt látszik egy olyan ábra, ami nyilván azt szeretnénk, hogy végül egy ilyen ábrával tudnánk elemezni, hogy az egyes alkalmazásokat miket csinálnak. Tehát a végső megoldás majd az lesz, majd mindjárt megmutatom a gyakorlatban is, hogy lényegében ilyen szintű elemzéseket tudunk végrehajtani. Minden egyes pillanatban meg tudjuk nézni majd, hogy melyik alkalmazás éppen mit csinált. Tehát például, hogy dobott egy fájlt, registryt módosított, valakivel kommunikált, és így tovább. Malware analízis lehetőségei. Tehát az első nyilván a legegyszerűbb, hogyha a kár megtörtént, és utána elemezzük magát a malvert. Hát ez az a probléma, hogy hoppá, vállalati adatbázis kikerült, tehát alapvetően ez nem túl szerencsés megközelítés. Jobb lenne még a malvert előtte elemezni, mielőtt még ez kifejtette volna a hatását. Tehát felmerült itt a kérdés, hogy ha például nagyon célzott támadásról van szó, egyetlen egy gép a célja a támadásnak, hogyan lehet ezt ellenőrizni, hogyan lehet ezt detektálni, vajon az egész gépet tükröznünk kell, vagy hogyan lehet ezek ellen védekezni, hogyan lehet, vagy szükséges-e például agent. Ha az a megoldásunk, hogyha más gépén szeretnénk tulajdonképpen a kódot futtatni, azt meg tudjuk csinálni, hogy nem az áldozatok gépén szeretnénk ezt futtatni, hanem például egy zárt rendszerbe, egy sandboxing rendszerbe, ahol tudnánk ezt a kódot elemezni. Nyilván ennek mi lesz a hatása, hogy az üzletmenet érdekében például a PDF fájlokat, például az Office fájlokat el kell engednünk, tehát áldozatok
lesznek mindenképpen, de az áldozatok mellett le tudjuk csökkenteni a támadás kimenetelét, tehát tudjuk a károkat csökkenteni. Malware analízis lehetősége, egyrészt lehet statikus elemzés, tehát például IDA-ban vagy Oli debuggerben elemezni a kódot, nyilván reverse engineeringgel az egyes komponenseket szét tudjuk szedni, tehát ennek külön irodalma van, assembly kódok konverziója, illetve hát memory dumperekkel, úgynevezett Lord PL alkalmazással a PL headereket meg tudjuk nézni, vajon van-e titkosított, ez nyilván ez gyanús eredményt okoz, tehát hogyha már ilyen bejegyzésünk van. Illetve hát ezeket a egy-két képen jobbak. Tehát például összefüggéseket, hogy melyik függvény hívja melyik függvényt, ilyeneket pillanatok alatt ezzel a statikus elemzéssel létre lehet hozni. Ennek megvannak a korlátai, tehát elég nehéz ilyen Oli debuggerbe vagy IDA-ban nyomon követni egyes kódot, tehát ennek a automatizálása lényegében az a feladat, amit nekünk meg kell tenni. Automatizálás hogyan történhet? Sandboxingban, tehát egy olyan rendszerben, ami akár néhány publikus sandboxingot, illetve virtuális gépen futó sandboxingot mutatok be itt. Például az Anubis, ez Android kódot futtat, tehát hogyha valakinek van mondjuk ilyen APK-s fájla, föl tudja tölteni, és meg tudja nézni a riportot, hogyan működik, mik a viselkedései. Komodo, illetve hát a malware, ami az ilyen népszerű kukú sandboxing rendszernek a webes felülete, ingyenesen fel lehet oda küldeni mintákat, meg lehet vizsgálni, és riportot készít, hogy mik a válaszok, illetve Euréka szintén. Hogyan lehet például Windows esetében malvereket, illetve mintákat vizsgálni? Hát alapvetően 5 csoportot választottam ki, hogyan lehet elemezni az ő viselkedéséket. Nyilván a autoránokat lehet detektálni, autoruns, a file rendszer viselkedését, illetve registry monitoring funkcionitásra, process monitor, capture bot, process monitoringra, process explorer, illetve process hacker. Network analízésre nyilván Wireshark, illetve Smart Sniff, illetve van egy olyan DOS-os rendszer, ez a Rackshot, ami egy riportot tud készíteni, hogy mi történt például futtatás előtt és futtatás után, összehasonlítja a keletkezett állományokat, és arról riportot készít. Ez nyilván 5 kategória, ez egy munkás feladat. Tehát az, hogy egy ilyen gépet összerakni, hát legalább ilyen 15-20 perc, nem beszélve arról, hogy ezek mindenféle inkompatibilitást adnak, tehát nyilván ez nem egyszerű, ha magában egy ilyen rendszerben vizsgáljuk a kódot. Egy-két ábra ezzel kapcsolatban. Egyszerűbb, vagy, illetve azt mondanám, hogy hatékonyabb módszer, hogyha sandboxingot futtatjuk a rendszerünket. Nyilván az lenne a legtökéletesebb, hogyha a két rendszer előnyeit ötvöznénk, már hogy az emberi beavatkozás és az emberi tevékenység, és a gyors futtatási lehetőség, ilyen sandboxing rendszer. Tehát lényegében a sandboxing tekinthetjük egy fekete doboznak, egy virtuális gépnek, amiben beadjuk a kódunkat, és a viselkedés hatására egy report keletkezik, és abban a reportban egy teljes leírását kapjuk a viselkedésnek, kivel kommunikált, melyik porton, milyen fájlok keletkeztek, milyen hát ilyen úgynevezett artifacts-ek, olyan tények, bizonyítékok, amiket föl lehet használni. Össze lehet vetni más mintával, és ezeket lehet elemezni. Tehát így ez lehet mondjuk egy ilyen sandboxing rendszer. Az nagyon fontos, hogy ebbe idő szükséges a futtatáshoz. Átlagban mi sandboxing rendszerünk ilyen 7,5 perc alatt ad egy mintát, de mindenképpen ehhez idő szükséges, már az analízishez. Magára a malverek erre ügyelnek is szintén. Tehát, hogyha a kódokat elemezzük, a malver kódokat, azt látjuk, hogy virtuális gépeket detektálnak, tehát olyan stringeket, olyan hálózati mappeket, egyéb információkat
vizsgálnak maga a malware, ami próbálja azt detektálni, hogy vajon egy sandboxingban működik-e, vagy pedig nem. Tehát ha ilyeneket elemeztek, akkor láttok erre nyomát. Tehát lényegében ilyen fordított világban él a malware. Próbálja magát elfedni, és hát nyilván a sandboxing meg pedig úgy próbál viselkedni, mint egy normál felhasználó, mint egy, azt írtam ide, hogy buta felhasználó, aki ha azt kérik, hogy kattintsanak oda, akkor oda fog kattintani. Nagyon fontos tény, hogy maga a sandboxing technológia nagyon hatékony módszer, de nem mindenre megoldás. Tehát alapvetően föl tudja gyorsítani az analízist, de emellett nagyon sok rendszert kell üzemeltetnünk, illetve működtetnünk ahhoz, hogy növeljük a biztonságot. István említette Joanna Rutkowska esetét, erre utaltam én is itt az előadás, vagy utalok erre az előadás során. Tehát alapvetően ő kezdte el ezt a virtuális világot vizsgálni, hogy vajon létrehozható egy olyan rendszer, ami lényegében elfedi azt a lehet, vagy azt nem veszi észre tulajdonképpen az operációs rendszer, hogy ő tulajdonképpen most már egy virtuális világban, egy virtuális gépen fut. Tehát erre terjed ki a vizsgálata. Időközben azt mondhatjuk, hogy hát ilyen tökéletes virtualizáció nehezen valósítható meg. Tehát ma az a vélemény, hogy a malvereknek sajnos előnyük van abban, hogy képesek detektálni ilyen virtuális gépeket és ilyen sandboxingot. Hogyan tudnak ilyeneket detektálni? Hát egyszerűen néznek olyan paramétereket, például, hogy várnak 10 rebootot, és mondjuk 100 000 egérkattintást, és így tovább. Tehát vannak ilyen technológiák, amikkel egyszerűen hát ki lehetne játszani ilyen sandboxing rendszert. Köztudottan például az is egy technológia, hogy például várnak valahány órát, nyilván itt akkor a sandboxing rendszernek mi a feladata, föl kell gyorsítani a kódot, illetve hát magát a gépet, és ezt úgy játszani, mint hogyha az idő eltelt volna. De itt jön tehát a ellen-ellen intézkedés, tehát itt amire te gondolsz, azt nyilván ezeket a technológiákat be lehet vetni, és akkor olyan kódot tudsz írni, ami szintén detektálhatatlan. Nem akarom itt ezt felsorolni, néhány ötlet, hogy hogyan lényegében detektálnak malverek, virtuális gépeket, sandboxingot. Nyilván itt szoftver, illetve hardware jellemzőket is tudnak detektálni. A legkézenfekvőbb megoldás, hogy például diszkméretet, vagy képernyőfelbontást, vagy CPU paramétereket, CPU bugokat, vagy CPU model specific registration, vagy regisztereket vizsgálnak. Tehát olyan paramétereket, amikre mondjuk egy egyszerűbb sandboxing rendszer nem gondol, és ezeket ki tudják játszani. Hogyan lehet például ilyen egyszerűbb átverést megtenni? A legegyszerűbb ez a Turing-teszt, talán ismerős önök számára, vagy számotokra. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy mondjuk a malware azt kéri, hogy kattints ide. Ennek jó példája volt a tavaly a krízis labor által kifejlesztett babó minta, ami ugyanígy működött, tehát így ezt kérte a felhasználótól. Akkor kezdett el mozogni, vagy akkor kezdett el dolgozni nyilván a malware. Ezt nem triviális mondjuk egy ilyen sandboxing rendszerben meg, vagy az ellen védekezni, hogyha mondjuk felhasználói beavatkozást igényel. Erre tulajdonképpen jó megoldás az itt bemutatásra kerülő ilyen úgynevezett Advanced Malware Protection ThreatGrid megoldás. Ez azon kívül, hogy erős statikus elemzést nyújt, nyilván dinamikusan elemzi a kódot, és a fő ilyen kivédési technológia az, hogy lényegében beállíthatok futási időt, és ebben a futási időben magam tudom vizsgálni a kódot. Ez azt jelenti, hogy ebben a futási időben én ezzel a virtuális géppel rendelkezem, tehát azt teszek vele, amit akarok, ha szeretném a kódot magam vizsgálni, szeretnék installálni valamit, regisztrit változtatni, a futás idő alatt én ezt megtehetem.
úgy is tudok viselkedni, mint egy buta felhasználó. Tehát, hogyha a kód azt írja, hogy én mondjuk kattintsak ide, akkor én ezt meg tudom tenni. Maga a rendszer az úgy működik, hogy a virtuális gépben kívül helyezkednek el lényegében monitorok. Tehát maga a kód nem veszi észre, hogy ő egy sandboxingban működik. Mindenféle szenzor csak a virtuális gépen kívül van. Azon kívül, hogy részletes elemzése van, meg tudja ugyanúgy mutatni a process graphot, tehát összefüggéseket az adott processzek között, és az egyik legfontosabb a keresés és korreláció. Tehát ez a rendszer, ez direkt biztonsági adminisztrátoroknak, illetve kutatóknak célzott. Ez azt jelenti, hogy támogatja az együttműködést. Bárhol a világban egy kód megjelenik, akkor ezekkel a úgynevezett artifacts-ekkel meg tudom nézni, hogy hol és mikor volt ez a minta már a világon látható. Nagyon ügyeltünk már az elején arra, hogy ilyen application programming interface-szel rendelkezzen. Az jelenti, hogy nyitott ez a platform. Nemrég zárult le a úgynevezett Open DNS akvizíció a Cisco-nál. Például itt a standon meg lehet nézni, pillanatok alatt össze lehetett lőni és információkat megosztani. Jó, nézzük egy példát pont erre a ThreadGrid-es rendszerre. Itt pont egy ilyen riportot látunk egy egyszeri futással. Az látszik, hogy egy PDF fájlt futtattunk, úgynevezett behavior indikátorok közül egy jelzett, egy sült el, és ennek az értéke végül a threat score, tehát a veszélyességi kor, vagy a szintje az 25. Tehát ez 0-tól 100-ig terjed. Ez egy egyszeri felhasználó beavatkozása nélküli futtatás volt. Ha ezt újra lefuttatjuk, tehát ha lenyomom még egyszer ezt a submit gombot, és engedélyezem csak magam számára a futtatást, be tudom állítani az időzítést, és újra lefuttatom a kódot. Itt látszik, hogy kisvártatva megjelenik a virtuális gép kódja, vagy illetve képe. Tehát, hogyha oda rákattintok, akkor én ezzel a mintával tudok dolgozni. Tehát nyilván ebbe a gépbe be tudok menni, ott akciókat létre tudok hozni, registry-t módosítani, sőt, hogyha a felhasználótól azt kérje, hogy nyomjak ide erre a gombra, akár azt is meg tudja tenni. Tehát nyilván itt ez nem egy nagyon bonyolult megvalósítás, de ez a lehetőség, hogy a felhasználó vagy az adminisztrátori lehetőséget meghagytuk, ez számos hát ilyen mélyebb elemzéssel ad okot. Egyből ennek a hatására az lett, hogy azon kívül, hogy nyilván ez egy ismert támadás volt, de például azt is felfedeztük, hogy hálózati tevékenységet hozott létre, meg fájlokat dobott, tehát jóval részletesebben tudjuk vizsgálni a kódot, úgy, ahogy mondjuk egy áldozat gépén ez előfordul. Itt láthatjuk a részletes elemzését. Most itt a kivetítő nem túl nagy, úgyhogy majd a későbbiek során az előadást megosztom. Utalás arra, hogy ezek a minták, ezek, hogyha megosztom, a közösség számára elérhetők. Tehát bárki ezt le tudja ellenőrizni, hogy hol voltak ilyen minták, ki látott már ilyet, és nyilván utána tud nézni. Erre a rendszerre, de ezen kívül számos egyéb vizsgálati motorra épül, az úgynevezett Advanced Malware Protection rendszer, és ezt szeretném bemutatni. Hogyan működik? Alapvetően ez egy file reputációs rendszer, tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk a sandboxingban minden egyes file-nak van egy hash értéke, ezek alapján lényegében reputációt tudunk hozzárendelni. Úgy történik, hogy mind hálózatos, mind végpontos részre ez a szolgáltatás elérhető. Végpontos résznél lehet Windows, Mac, nem sokára Unix, tehát számos operációs rendszeren, Androidon elérhető. És amikor egy fájlt megnyitunk, akkor a hash értéket kiszámoljuk, ennek a hash értékét fölküldjük a felhőbe,
tudunk erről a fájról valamit, vagy nem. A válasz nyilván az lesz, hogy ez egy malware, vagy ez egy jó fájl, egy legitim fájl, vagy pedig unknown. És akkor itt utalok az előadás, vagy a konferencia címére unknownnak, tehát ilyen ismeretlenek való feldolgozás. Tehát itt a hálózatos rendszernél nyilván agent az nem szükséges, és bármilyen, hát azt mondanám, hogy most már új generációs asana, ez a szolgáltatás elérhető. Ezen kívül elérhető az eredeti, hát úgynevezett firepower rendszereknél is, de lényegében így, ilyen Advanced Malware Protection szolgáltatással ezt meg lehet valósítani. A rendszernek az a nagy előnye, hogy így lényegében a fájlok reputációs szűrése alapján azonnal tudjuk a malvereket dobni, és az ismeretleneket pedig nyomon tudjuk követni. Tehát ez egy kritikus, ez egy új elem itt a feldolgozásban. Hogyan lehet növelni a detekciós tevékenységünket? Különböző hát ilyen vizsgálati motorok vannak. Nyilván a hash egy az egybe való egyezése az egy lehetőség. Ezen felül, amit tudunk alkalmazni, ez úgynevezett ETHOS vizsgálati motor. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még a NIMDA típusú támadásra. Ennek körülbelül hát számos, foglalkozunk azzal, hogy számos variánsa jelent meg, talán a G volt a legutolsó. Miért? Azért, mert hogy a malvereket emberek írják. Az emberek meg, hát finoman szóval nem azt mondom, hogy lusták, de optimalizálják az erőforrásaikat. Tehát ha valami jól működött, akkor azt próbáljuk meg újra használni. Ebből származik egy csomó lehetőség védelmi oldalon is. Tehát itt utalnék akár a Stuxnet Dooku 2, tehát itt most párhuzamosan az előbbi előadásban erről szólt. Ezeket a mintákat, hogyha egyszer a szerkezetüket megtudtuk, akkor ezeket könnyebben felismerjük, hogyha a szerkezet alapján az egész családot, tehát egy ilyen polimorf variánsait is képesek vagyunk detektálni. Tehát ez egy vizsgálati motor. A másik az pedig egy ilyen gépi tanulás, ilyen machine learning rendszer. Ez azt jelenti, hogy van egy tanuló rendszer, tehát itt körülbelül itt el kéne vágni a rendszert. Ebben a baloldali részben csak tanítjuk a gépünket, megmutatjuk, hogy mik a jó minták, mik a rossz minták, és ennek alapján lényegében döntési fákat hozunk létre, és ha jön egy ügyfél minta, abból ilyen feature printet számítunk, ez kb. 500 különböző paraméter, hogyan készült, milyen DLL-eket használ, milyen registry módosításokat csinál, és ennek alapján történik kifejezetten az új típusú, tehát ilyen day zero támadások detektálása és felfedezése. Ezen kívül, amit tudunk használni, ez a Indication of Compromise rendszer. Ez egy új típusú Mondrian által kezdeményezett iparági tevékenység, vagy együttműködés. A OpenIOC rendszer, vagy ilyen open source projekt keretében ezeket a mintát, vagy a malvereket tudjuk definiálni. Milyen registry kulcsokat használ, milyen fájlokat használ, és ezeket le tudjuk írni pontosan. Például, ha ezt a Dooku 2-t olvastátok, ott IOC-ben definiálva van, illetve a Cisco weblapján is, amikor egy új malware, egy új támadás megjelenik, ezeket az IOC-ket, fájlokat, XML fájlokat mi publikáljuk, és ezek alapján lehet keresni. Itt van egy példa ilyen AND és OR megfelelítéssel. A fő terv ugye az, hogy védekezzünk, de mindenféle motort tudunk használni, nagyon, nagyon pontos detekciós rendszereket tudunk megvalósítani, de 100%-ot elérni nem lehet. Tehát az a fő konklúzió, hogy ez egy szép álom, nagyon fontos ebbe az irányba való tevékenység és terv, illetve megvalósítási cél, de elérni ilyet nem lehet. Miért nem, vagy hogyan lehet ezek ellen védekezni? Hogyha egy mintát egy pillanatban látunk, és nem követjük nyomon, akkor mondhatjuk azt, hogy például azt
ebben a pillanatban még nem tudtuk, akármilyen tevékenységgel vizsgáljuk, detekciós motorral. Viszont, hogyha nyomon követjük, hash alapján nyomon követjük, akkor erre lehetőségünk van. Tehát, hogy meg tudjuk mondani, melyik gép volt az áldozat, mi volt a sérült alkalmazás, tehát nyomon tudjuk ilyen szinten követni. Erre látunk egy-két példát. Itt látszik ez a Kozi gyúk, ami hát Oroszországból terjedt el, hogyha ismeritek ennek a támadásnak a mintáját most tavasszal. Egy ilyen videófájlt lehetett megnézni, és a felhasználók, amíg nézték a majmokat, addig hát a gépük megfertőződött. Tehát körülbelül ilyet kell elképzelni. Ilyen rendszerrel, tehát az Advanced Malware Protection-nel lépésről lépésre látjuk, hogy az alkalmazások hogyan viselkedtek. Ha megváltozott az ő reputációjuk, akkor ezt nyomon tudjuk követni, és látjuk, hogy például itt ATI drivereket hozott létre. Ha sandboxing rendszerbe fölküldjük, illetve annak az eredményét megnézzük, akkor látszik, hogy a threat score szintje 100-as, tehát ez egy nagyon veszélyes malware, illetve hát, hogyha újrafuttatjuk a sandboxing rendszerbe, köszönhetően ennek a emberi beavatkozási lehetőségnek, látjuk, hogy például ott mozognak ugye a majmok. Nem csak alkalmazás szinten, hanem hálózati szinten is nyomon tudjuk követni, hogyan terjedt a malware az egyes rendszerben, vagy az egyes rendszerekben. Itt IP címeket látunk az áldozat gépein, és látjuk, hogy éppen hogyan terjedt, melyik IP cím volt a forrása, hogyan jött be az adott malware, és ennek alapján tudjuk nyomon követni. Nyilván most azokat a gépeket kell megtisztítanunk, amelyek hát szerepeltek a támadásban. Jó. Ez az Advanced Malware Protection rendszer, ez alapvetően nem csak végpontokon, hálózatos gépeken, hanem úgynevezett content, tehát e-mail és webes rendszerekben is elérhetők. Tehát nem mondok ezzel újdonságot, a legegyszerűbb támadási forma, a leggyakoribb e-mail és webes támadások, tehát Advanced Malware Protection-nek a fontossága az kiemelt ezen a területen. És látom a arcotokon a kétkedést, hogy vajon ez mennyire hatásos. Hagy mondjak egy ilyen riportot ezzel kapcsolatban, ami pont a éves, féléves biztonsági jelentésünkből származik. Ebből az látszik, hogy az ipari átlag 200 nap, amíg egy malvert fölfedeznek. Sokféle forrás van, itt a legutolsó forrás azt mondja, hogy kb. 200 nap az átlag. Ezzel a Advanced Malware Protection-nel ezt le tudjuk rövidíteni. Tehát 46 órára, ez nyilván soknak is tűnhet, de ha arra gondolunk, hogy ezzel jelentősen le tudjuk csökkenteni a költségeket, tehát amíg a malware ezen a gépen, vagy ezeken a hálózatokon tudna működni, akkor ez egy kritikus dolog. Egyéb összehasonlítást pedig azt tudom mondani, hogy az NSS Labs Breach Detection rendszerében mind 2014-ben, mind 2015-ben elemeztek különböző gyártókkal, vetette össze, és 2014-ben 99%-ot, 2015-ben pedig 99,2%-ot ért el a rendszer. Tehát százalékos védelem nincsen, nem is ez a cél. Tehát, hogyha ezt az üzenetet sikerült átadnom, hogy próbáljunk meg arra fókuszálni, hogy ezeket az unknown-okat nyomon kövessük, és az általuk okozott károkat időben észrevenni, akkor elérte az előadás a célját. Köszönöm szépen, hogyha van bármilyen kérdés, akkor akár itt, ha van még, nem itt, akár a standon, de hogyha van nálatok fájl, amit szeretnétek kipróbálni, akkor szívesen állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen a figyelmet.